Hellosztok, szervusztok! Máriának kérdésére válaszolok, és az volt a kérdés, hogy mik az evés-ivás problémáknak így a hátterei, és hogy bizsereg a nyelv, fáj a gyomor, az étel szeretete hiányzik gyerekkor óta. Igen, ez ismerős. Erre mondok egy több mindent. Ja, még annyit akartam mondani, hogy elnézést. Tudom, ezek a statikus hátterek nem a legjobbak. Építkezés között vagyunk, minden dobozokban áll, aztán mondom így egy kicsit attraktívabb, mint itt ebben a tudod, felhalmozott helyen tudod csinálni ezeket. Nem szeretem a látvány, azért teszem be ezeket, mert legalább jobban érzem magam, hogy tudod, dobozokban állnak itt a dolgok, és akkor így legalább egy kicsit ki tudok kapcsolódni addig, amíg csinálom ezeket, vagy készítem ezeket a videókat. Az a ház, amit láttatok egy pár videóval ezelőtt, az tervező. Tehát itt Arizonában ez egy nagyon egy builder, egy építővállalat, tudják, hogy Toll Brothers. T-O-L-L Brothers. Meglátjátok a tollbrothers.com-on, és az, amit látok, az van tervbevéve. Tehát az van az építkezésben tervbevéve. Tehát azért mondom, hogy nekem ez egy ilyen úgynevezett ilyen vision board, tudod, ki van téve egy manifestációs valami. És akkor szeretnék válaszolni Máriának erre az evés, ivás, bizsereg, a nyelvfáj, gyomor, stb. Mert ugye minden szimbolikus. És az étel az mit szimbolizál? Nem csak a tápanyagot, amire a fizikai testnek szüksége van, hanem törődést, szeretetet. És hát hány embert tudtok, vagy hány emberről tudtok, akinek a szeretet, a törődés hiány, ez egy komoly problématika. Nekem is az volt. Tehát tudod, én nem mondom, csak mondom, én minden átmentem. Tehát nekem a jó Isten azt mondta, hogy akkor itt egy millió darabos kupac, aztán mikor szépen átdolgoztod magad rajta, mindegyiket megoldottad, utána bemutatlak a következő szintnek. Aztán szépen átrágtam magam, nagyon hosszú volt, de ebbe az volt a jó, hogy megtudtam rájött, hogy olyan szisztémára, hogy jó, hogyan lehet ezt sokkal gyorsabban megcsinálni, mint amit én csináltam. Ezért szeretek tanítani, mert segítek ezekben a kurzusokban az embereknek megadni azokat a nagyon fontos eszközöket és háttérinformációt, aminélkül, vagy amivel meg tudják oldani, és akkor tudod, ahogy vannak a kifinomultabb vagy a dolgok, akkor abban meg tudok segíteni. Sokkal gyorsabb a gyógyulás, mikor azt mondom, hogy ez meg ez a hiedelem, ez meg ez a konfliktus, ez meg ez az árnyoldal, ez meg ez az energetika, és akkor azt mondja, hogy igazad van, köszi szépen, és akkor ők elmennek. Van egy olyan nagyon fontos rész, amit tudni kell, és ezt lehet, hogy páran tudjátok, lehet, hogy nem, mindegy, elmondom, hogy az emberi molekuláris struktúra az változik. Ahogy emelkedik a Föld frekvenciája, úgy a mi testünk is molekulárisan és strukturálisan is változik. És ez azt jelenti, hogy tavaly 2022-ben, júni 6-án, 6-6-2022, 6, tehát 6-6-6, legtöbb ember azt hiszi, hogy ez az ördög, de nem ez a szén molekulának egy jele, átmentünk azon a napon, elkezdett nagyon, nagyon komoly úgynevezett kristályjá válás, vagy gyémántá válás process. Most tudod, a szénből, ahogy a gyémánt csak úgy keletkezik, hogy egy csomó nyomás alatt van. És ez történik most velünk is. Minél inkább ki tudjuk takarítani az elmét, annál magasabb fokra tudunk menni, és megmondom miért, mert azon a napon, a 666. júni 6-a 2022-ben beindult ez a nagyon-nagyon felgyorsított úgynevezett gyémántá válás. A testünk gyémántá kezd válni, és ez azért van,
Mert az eredeti 666-os, a szén molekulát fölvinnénk egy magasabb frekvenciájú realitásba, tehát egy magasabb dimenzióba, akkor elégnénk. Olyan, mint egy a mikróban a szétégetett csirke, olyanok lennénk. Bum! Tehát tényleg egy pár másodperc alatt, bum, szétégnénk. És akkor azt csinálják, hogy a molekuláris struktúránkat most elkezdték változtatni, és a 616-os struktúrába kezdünk bele nőni. Nagyon finoman csinálják, tehát nagyon baby ilyen lépésekbe, gyerek lépésekbe, és azért is van ez a rengeteg fájdalom, azért is van ez az álmatlanság, azért is van ez a sok emésztési gond, mert nem csak, hogy a szólár, vagy az a napkódok, ahogy jönnek be, amik tisztítanak minket, de csak akkor tudnak tisztítani, hogyha mi az elmét kitisztítjuk, elengedjük ezt a sok traumát, és akkor a helyébe bejön a fény. Bibliai időkben élünk, és tudni kell, hogy, és ezért tudod, én is mondom nektek, hogy tényleg az igazi tisztulás az elmei tisztulás. Én, mert akkor utána be tud özönleni az isteni fény, az isteni gyógyító erő, és akkor azzal megyünk tovább. Tehát ez a gyémánta válás, ez nagyon fájdalmas. Tehát nekem is. Hát, és ez nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálunk, hanem a molekuláink tágulnak, nagyobbak lesznek, mert a tipikus atom struktúra, az elektron, a proton, meg a neutron, az megváltozik a ráció. Eddig 666 volt mindenből, most 6 elektron helyett csak egy elektron lesz, és meg növekszik az a molekuláris struktúra. És ez azt jelenti, hogy érzed, hogy mintha belül tágulnál, fáj, mi belülről feszülsz, mert molekulárisan mi tágulunk. Tehát fizikailag is nagy nyomás van rajtunk, ez a gyémántá válás nyomása, és bármikor elengedünk valamit az elméből, ahogy említettem, akkor a fény, tehát a jó, a pozitív gondolkodás, az be tud jönni. Látjátok, hogy mennyire össze van minden kötve. Na most beszéljünk egy picit akkor az emésztési gondokról, mert meg amit Mária kérdezett, hogy az étel szeretete hiányzik. Azért mondtam el ezt a molekulális struktúra változást, mert manapság, nem tudom hányan vettétek észre, ez nem mindenkire igaz, de sok emberre, hogy fura íze van a dolgoknak. Sokszor keserű valami, olyan fémes érzés van, sokszor olyan, mert nem az, ami volt. És ez azért van, mert ahogy válunk, gyémánt testünk lesz, előbb-utóbb átlátszóak leszünk, tehát ez a magasabb dimenziókba, ez egy muszáj, különben, ahogy mondtam, elégünk. Az egész testünk alakul át, és az érzékszerveink, a hangunk, nem tudom, sokszor hallod, hogy én is köhögök, meg lehet, hogy neked is ez megadódik, hogy úgy rekedt a torkunk, minden fáj. És ma a legtöbb ember, főleg ezek a fénymagok, eljutottak egy olyan pontra, hogy azt tudják, hogy kicsodák, az ízek nem jók, akkor az energiák nem jók, az egész egy ilyen két világ között szinte megrekedtségérzés. És amikor átmegyünk így a magasabb dimenziókba, ami most már bármikor jöhet, akkor mi csak úgy fogunk emlékezni az ízekre emlékből. Miki kért, hogy javalta, hogy a magyarul azt emléknek hívják, itt angolul memória, tehát azért azt használtam, de az emlék, amit most eltárolunk az ízekből, meg az ételekből, azok fontosak lesznek ahhoz, hogy vigyük magunkkal ezt az emléket a magasabb dimenzióba. És az ízek is ebbe tartoznak. Jó? Amikor valakinek fáj a gyomra, az lehet fizikális, tehát lehet, hogy túl nehezetettél, tudod,
ahogy megyünk föl frekvenciába, egyre kevésbé tud az ember, bizonyos emberek bizonyos ételeket megemészteni. Ez nem arról szól, hogy hús meg zöldség a kettő közötti vita, hanem vagy a viaskodás, hanem az, hogy van egy olyan emésztő rendszered neked, meg nekem, hogy vannak bizonyos ételek, amiket tökre fel tud dolgozni, elfogad, viszont vannak olyanok, amik fájdalmat okoznak. A fájdalom a gyomorban azért is van, mert vannak megoldatlan traumák, mint mindenkinek. Tehát ez annyira már alap számomra, hogy csak mondom, hogy tudjátok, amit mi úgy annak tituláltunk, megemészthetetlennek tituláltunk. És ez a megemészthetetlen dolog, ennek van egy nagyon precíz nyelvezete, mint mindennek. Mi minden profi megoldásnak van egy precíz szakmai nyelvezete, és a rengeteg traumák, az ősi traumák, az asztrál traumák, bármikor olyannak voltunk szemtanúi, hogy valamit gusztustalannak tituláltunk, valamit elfogadhatatlannak tituláltunk, valamit megoldhatatlannak tituláltunk, de inkább emészthetetlenül, ez a gusztustalan. És a gusztustalan nem csak a látvány, hanem a viselkedési forma, amit a legtöbbünk gusztustalannak tart. És ezek azok az elengedetlen konfliktusok, amikbe bennünk egy gyomorfájdalmat keltenek, hogy tudod, és nem tudjuk, hogy honnan jön a fájdalom, akkor inkább azt mondjuk, hogy nem eszünk, nem élvezzük az életet, nem élvezzük az ételt. De ez onnan jön, hogy van bennünk egy csomó olyan elengedetlen, integrálatlan árnyoldal, hogy mi az életet, a többi embert, viselkedési formákat szó szerint gusztustalannak tituláltuk. Minél többet tanultam az emberi elméről, annál inkább átláttam, hogy ez miért van így, tehát valamilyen szinten jogos. De ahogy mondtam, most ebből lábalunk ki, persze ehhez kell tudod, a tanulás, tanítás, a segítség, és ezt a rengeteg ilyen kis trükkös, ego, kacifántos, kifogásos, hisztis, vergődős, hogy mondjam, viselkedési formákat, ezeket fel kell dolgozni, és csak úgy fog elengedődni. Tehát, hogyha fáj a gyomrunk, ugye az van azért, mert olyat ettünk, ami nem volt jó. Arra is nagyon kell vigyázni most, hogy le kell csökkenteni az adagokat. Rengeteg napkód jön be, és ahogy jön be a fény, tudod, tágul a testünk, tehát fizikailag lehet, hogy egyik másatok látja, vagy érzi, hogy tágultok, amit hogyha szélesebbek lennétek. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem hízás, hanem ez csak egy ilyen molekuláris nyújtás. És ez fáj. Tehát azért kell nyújtani, masszírozni, sok vizet inni, dolgozni magunkon, és akkor a test ennek a külső ilyen a nyomásnak akkor tud engedni. Jó. Tehát kevesebbet kell lenni, minőségi életet, és akkor, mint Mária mondta, hogy az étel szeretete hiányzik. Hát, mit szimbolizál az étel? Kedvességet, szeretetet, és akkor, ha ezen így elgondolkodtok, nektek mit szimbolizál az étel? Megnézem gyorsan magyarul, mert nem jut eszembe. Az a szó, hogy nourishment. Elnézést. Táplálék. Jó, de ez nem jó. Ez nem egy jó fordítás. Mikor az élet... Étel, bocsánat. Az étel szeretete hiányzik belőlünk, akkor elutasítottunk az életnek egy olyan részét, ami azt a szeretetet, a gyengédséget, a fejlődést szolgálná. Ez egy ismét egy másik típusú szeparáció. Elutasítottuk az ételt. De miért?
itt van akkor valamiféle megoldatlan trauma. Lehet, hogy ebben az életben valaki beszólt. Azt mondta, hogy ne zabálj ennyit, fiam. És akkor mi történik? Tudod, mindig mondtam, hogy nem vagyunk mi annyira kis nyuszifülek, mint ahogy azt szeretjük magunkkal elhitetni, legalábbis az ego szereti elhiteti velünk, azt mondja, hogy mi az, hogy ne egyek? Hát ki vagy te? Tudod? És legszeresebben én palacsint a sütővel így pofán vágnánk az embert, elkezdünk dühöngeni. És utána jön egy törésvonal, így a timeline-on, az idővonalunkon, amit mi nem látunk. Rengeteg ilyen törés van, minden trauma egy ilyen törésvonalhoz vezet, és elkezdünk hisztizni. És elkezdünk olyan ilyen őrjöngő üzemmódba átmenni, hogy ezt a megtagadást, az étel megtagadást, az emberek elutasítása, a közelség elutasítása, a szeretet elutasítása, ez mind ezekből az őrjöngésekből jön. Csak mi nem tudjuk, mivel azt az idővonalat, ahol azelőtt a trauma, vagy a beszólás előtt voltunk, azt mi ott hagytuk, tehát az az idővonal, az megy tovább, az olyan, az lendületben van, azon a lehetőségek és a történetek, azok mennek tovább, csak mi váltottunk, más sávba mentünk, átmentünk, sávot váltottuk. És ebben a sávban más az út, vagy lehet, hogy más az út minősége. Itt ez máshova vezet, tudod? És ahogy mondtam, hogy most egy ilyen kettős világban vagyunk, mert ugye eleve már az ételnek a fontossága az már nem olyan fontos, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, mert a fizikai testünk egyre megy inkább ilyen light testbe, egy fénytestbe, aminek például az ötödik dimenzióban már nem kell enni. Ott már jön a fény, tudod, tehát magában az energiából fogod magad feltölteni. Ennek a fizikális avatárnak, ami most van, ami most gyémántá válik, ennek van szüksége még ezekre a táplálékokra, mert ez így működik, ez egy organikus gép, vagy nem gép, ezt nem szeretem, azt mondod, ez egy organikus rendszer, és ennek kell ez a táplálék. Azért javallom, hogy tudod, foglalkozzatok természetesen jó diétával, gyakorlatát edzeni, sok vizet inni, jó vizet inni, és tudni ezeket az ősi szimbólumokat, tehát amint mondtam, a gyomor az az emészthetőség, az élet emészhetősége. Ha bármit úgy érzel, hogy valami gusztustalan, akkor azt el kell kezdeni gyógyítani. Az egy nagyon komoly árnyoldalunk. És minél erősebb a személyiséged, annál inkább egy ilyen tomboló típus vagy. Tehát tudod azt, hogy a világ tényleg tele van, vagy volt, vagy már inkább volt, tudod, mindenféle szemétséggel, kacifántossággal, de azt is kell tudni, hogy már az megszűnt. Tehát ami kacifántosság, meg szemétség, meg ami tud gusztustalanság, minden az már csak az elménkben van, mint emlék. És azért kell ezeket átdolgozni magunkon, hogy ne teremtsük újra a régit. Tudod, mert az elme az a teremtő. Ha rágondolsz valamire, és a gondolat mögött van egy érzés, akkor az manifestálódik. De az elme az trükkös, mert az a tagadást is manifestálja. Tehát ha valamire azt mondod, hogy hát én nem akarok ilyen lenni, akkor puff, olyanná válsz, és elkezdesz magadon kívül a külvilágba ilyen embereket fizikálisan anyaggá változtatni. Ennyire profi, erős egy lény az ember, csak tudod, ahogy mondtam, ezt nem tanították. Azért kell az elmét kitakarítani, hogy ne nyomjuk ki a nem akart vágyakat, a megoldatlan ellenségeskedéseket, mert addig csak termeljük. Az emóció és a gondolat kombinációja az manifestál. És mikor az elmét kitakarítjuk, akkor már nincs érzelem, akkor vagyunk semlegesek, akkor már nem tudunk olyat termelni vagy manifestálni, ami számunkra nem kívánatos.
És akkor tudni kell az, hogy ahogy dolgozunk magunkon, és fejlődünk, és egyre inkább lájtosabbak leszünk, akkor viszont be kell itatni ezt a boldogságot, azt a öröm frekvenciát, meg ezt a meghívását a jónak, és akkor a gondolat és ez a pozitív érzés kombinációja elkezdi bevonzani, meg termelni a jót. Csak látjátok, ezért a legtöbb ember azt csinálja, hogy tele van traumával, elkezd, tudom, meditációval próbálja fölülírni, hogy változtatni a frekvenciát, és ez átmenetileg működik, viszont azt mondja az egyetem, hogy, vagy a teremtő, hogy kicsikém, ez nem végleges. Oké, okay. Mutatok valami, gyere, bum, de ne, oda nem akarok menni, nem szar, gyere, bum. És megmutatja. Jó? És oké, okay. Mindegy, túl sokat akartam mondani, de az a lényeg, hogy vigyázzatok magatokra, a testetekre, nagyon fontos, most fontosabb, mint régen, és azért örülök a Andra kérdésének, erről a balesetekről, mert tudod, ez az árva gyerek, meg ez a nem vagyunk elég jók, és ezek az ősi traumák, és gondolom, látjátok, hogy milyen finom, kifinomult, tudod, ilyen szövődmények, összetételek, de az a jó, hogy amikor ezeket tudod, akkor szépen szét tud őket szedni, és meggyógyítani részét, és összerakjuk. Tudod, és amint mikor én szeretek autókon bütykölni, tudod, ha a motornak azt a, kacipántos kütyüt meg kell javítani, sokszor szét kell szedni az egészet, le kell venni először a műanyag, utána a gyertya kupakot, akkor a gyertyát, akkor ezt, meg azt, meg a hengerfejet, és utána odaférsz ahhoz, de jó, és utána megrakhatod vissza össze. Tehát az elmei munka is nagyon hasonló. Tehát sokszor ki kell csomagolni egy csomó mindent ahhoz, hogy hozzáférjünk ahhoz, és utána összerakjuk azt, hogy hú, de jól megy, ez fantasztikus. Csak utána tudod, megy az élet. Jó? Tehát az étel, a szeretet elutasítása, a világ elutasítása, ez a legkomolyabb problémánk, mint emberiség, és hogyha ezeket elkezdjük szépen gyógyítani, akkor tényleg egy nagyon jó világ lesz. Ez lesz a norma, ez lesz az elvárás, ez lesz az út. Mindenkinek jó élete lesz. Tehát aki jön a magasabb dimenziókba, úgy érzed, hogy hú, itt van valami, nagyon feszült valami van, itt a világ nagyon feszült, akkor az azt jelenti, hogy mindjárt jön a, tudod, megyünk ilyen följebb dimenziókba, és utána megszűnik ez a régi konkurencia, tudod, ellenségeskedés, stb. És akkor egymásnak, hogy említettem egy másik videóban, elkezdünk segíteni. Jó? És az a lényeg, és erre át kell magunkat tréningezni. Mert eddig, tudod, bizalmatlanok voltunk. Itt fájt, ott fájt, akkor távol maradtunk a világtól, és ez nem az egységnek, meg a teljességnek a fogalma. Jó? Tehát ezért mindnyájan felelősek vagyunk, de ezt szépen meg tudjuk oldani. Jó. Remélem segített, aztán természetesen ezeknek vannak sokkal kifinomultabb rétegei, de most szerintem ez egy jó bemutató jellegű videó volt. Oké, további szép napot, szervusztok!